aláírták a kanizsai sakklub új névadó szponzori szerződését. A nemzetközi szoftveróriással, a finn Tuszérával kötött kontraktus 3 évre szól. A cég alapítója és elnöke a kanizsai származású Szakacsics Szabolcs. Az egyesület jövője ezzel biztosítva lett, így egyértelmű cél a címvédés, majd a 15. és a 16. bajnoki elsőség megszerzése. Ma délelőtt szignozták a megállapodást, a bejelentéssel részt vettek a klub jelenlegi és egykori játékosai, vezetői, valamint a város vezetés képviselői. Nádasi Tamás, a klub elnöke hangsúlyozta, az új támogatónak köszönhetően a 13-szoros magyar bajnok a nemzetközi porondon is bizonyíthat, és az utánpótlás nevelésre is még nagyobb hangsúly kerülhet. Ebben a 3 évben is szeretnénk bajnoki címet szerezni. Nyilván egy új szponzorral, egy erős új szponzorral nem is lehet más 13 bajnoki győzelem után, tehát ez az egyik fő célunk. Amellett pedig a fiatalok beépítése a sakkcsapatba, a sakk további népszerűsítése Nagykanizsán és Magyarországon is. Tehát egy komoly nemzetközi cég a Tuxera, aki nem csak Nagykanizsában gondolkodik azért, de elsősorban ebben a városban és a nagykanizsai sakkban, de szeretnénk kilépni nemzetközi porondra is, és Magyarországon is még meghatározóbbak lenni. Szakacsics Szabolcs 32 éve költözött el Nagykanizsáról, majd Finnországban megalapította a Tuszérát. A cég részt vesz űrjárművek, vagy éppen tengeralattjárók fedélzeti rendszereinek fejlesztésében. Szakacsics Szabolcs nemrégiben visszaköltözött Kanizsára, és nem titkolt célja, hogy segítse alma mátere fejlődését. Felkerestem a volt matematika-fizika tanáromat, Balog László, most polgármester úrt, mivel nagyon nagy hatást tett ránk már fiatalon, mert nagyon felkészült volt, energikus, nagyon sokat kaptunk tőle, és láttam, hogy a város is szépül, és megkérdeztem, hogy mibe tudnék segíteni, és a sakk volt az egyik dolog, amit nekem javasolt, hogy keressen fel a Nagykanizsa sakklubnak az elnökét, Nádasi Tamást, amit én megtettem, és ebből alakult ki ez az együttműködési. A tervek között szerepel az is, hogy a 2024-ben Magyarországon tartandó nemzetközi sakkolimpiára minél több játékos delegáljon a kanizsai csapat.